Köszöntöm Önöket itt a Szóbeszédben, ahol mindig az Önök véleménye a legfontosabb. A jó idő beköszöntével számos ember küzd a tavaszi fáradtsággal, mely a megfelelő immunerősítéssel, friss levegőn való mozgással és vitaminpótlással leküzdhető. Így ezen a héten arról kérdezem Rákosmente lakosságát, hogy ki mit tesz ennek érdekében. Tartsanak velünk! Tavaszi fáradtságra kérdezzük az embereket, ön szokott ezzel küzdeni? Nem, én szerek vitaminokat, télen is sok zöldség, gyümölcs, bár ezt most már meggondolja az ember, az árakat, ha nézzük. Úgyhogy ezzel nem szokott gondom lenni. Nem. Vajon hogy nem? Mit tesz ellene, hogy ilyen vitalitással teli legyen a mindennapja? Hát egészségesen táplálkozom, sok zöldséget és grillhúsokat eszem. Egyébként most fogyókúrázom, és még erőteljesebbnek érzem magam, mert lefogytam 7 kilót. Igen. Sajnos igen. Ez miben nyilvánul meg? Hogyan tapasztalja magát? Hogyan? Reggel nem bírok fölkelni, szöszmötölök nagyon sokáig, mire elindulok. Vajon mit lehet tenni ennek a csökkentése vagy leküzdése érdekében? Hát lehet, hogy többet kellene sétálgatnom, többet kéne mozognom, én ezt egy percig nem vitatom. Vitaminokat szedek, úgyhogy... Hát nem küzdök vele szerencsére, úgyhogy én úgy érzem, minden rendben van részemről. Mit tesz annak érdekében, hogy vitalitás meglegyen a mindennapjaiba? Kertészkedés, mozgás, ilyesmi. Hát ön szokott ezzel küzdeni? Én nem küzdök vele. Hogy vajon mit tesz azért, hogy ez ne alakuljon ki minden tavasszal? Nem tudom, hogy mit teszek. Tüsténkedek, nem szabad leállni. Én alig vártam, hogy a kertbe itt tudjak menni. Ez, szerintem ez éltet. Javasolja azt a többi embernek, hogy mondjuk gyakran legyen a friss levegőn, akkor is, hogyha mondjuk nincs ilyen szép idő? Természetesen egy jó séta, szerintem az mindenképpen fontos a levegőn. Kis mozgás, persze. Milyen jó testmozgást lehet végezni akár itt a szabadban? Hát bármi, de mondjuk egy idősebbnek egy séta is elég. Vagy most már egy csomó ilyen szabadtéri, most mondanám, hogy konditerem, de az nem terem. Tehát ilyen szabadtéri edző helyek vannak, ott is lehet ilyen gyakorlatokat csinálni fiatalabbaknak is. Mert a gyerekek meg mozognak maguktól. Fontos a fizikai aktivitás? Hát fontos, igen, fontos. Hát ezt már az én koromban a kertészkedés leginkább. Mit gondol a szabadtéren való sétáról vagy kocogásról? Azt a nejem műveli. Rendszeresen a barátnőimmel hétvégeken kirándulunk, 5-6-an, hegyekbe, városokba, de külföldre is nagyon sokat megyünk. Úgyhogy 65 éves leszek, és még most is fitnek érzem magam. Ez a legfontosabb. Mit gondol arról, hogy a napsütés, az igazi D-vitamin, a friss levegő hogyan hat a szervezetünkre, vagy mennyire segít abban, hogy ne küzdjünk ezzel a bizonyos tavaszi fáradtsággal? Nagyon sokat számít. Én már ilyenkor, még nem, de már húsvét előtt a teraszon szoktam napozni. Először szabadidőruhába ülök, az arcomat sütetem, és utána egész nyáron a napon vagyok. Az, hogy jó környezetben legyen az ember, szép kertbe, jó levegőn, és aktív legyen. Pedig hát már nem első virágzás vagyok én se. Milyen vitaminokat szed? Hát a C, D vitamin, többnyire ezeket. C, D, A, ilyen multivitaminok, még cinket szedek, körülbelül ennyi. Vajon mi okozhatja egyébként ezt a tavaszi levertséget, fáradtságot? Pontosan ez a vitamin hiány. Ugye a D vitamin a napból jön, kevés napsütés van télen, korán sötétedik, és úgy egyáltalán nem. Gyümölcsök ugye nem teremnek, még a kertesházban is lakik valaki. Tehát alapvetően a vitamin hiány. Mit gondol a vitaminfogyasztásról, az immunerősítésről így tavasz és télvíz között? Én egyedül D-vitamint és C-vitamint szoktam szedni, más nem. Meg hát amennyire lehet odafigyelünk, hogy együnk vitamindús zöldségeket mondjuk, gyümölcsöt, ezzel próbálkozunk. Mit gondol magáról a vitaminfogyasztásról? Én nem szem, úgy érzem, nincs rá szükségem kiegészítő vitaminokra. Zöldség, gyümölcs, ilyesmi. Melyek azok a zöldségek, gyümölcsök, amiket mondjuk előszeretettel fogyaszt, és segít is a immunrendszer fenntartásában? Hát leginkább a alma, körte, ilyesmi, szőlő,
ilyeneket. Salátafélék, ilyesmi. Hát általában jégsaláta, uborka, káposzta, ilyen vegyes saláta, keverék, a köreteket is én készítem, nagyon sok halat fogyasztok. Önteteket is én készítem kefirből, nem pedig a bolti termékeket vásárolom. Ha reggelizek, és nem szalámikat eszünk, hanem én készítem házilag a reggeliket és az ebédeket is, de hát nyugdíjas vagyok, és van időm rá. Hát én nagyon szeretem a mangót, narancsot még, amíg a mandarin most már sajnos nem az igazi, ezeket szoktuk, meg almát. Ez ami úgy, meg esetleg, hogyha elég sok vizet kell fogyasztanunk, korunknál is fogva, és citromot szoktam bele csavarni, csak úgy üresen. Semmi cukor, csak úgy. Én hinni hiszek, mert az unokáim nagyon szeretik, de én jól mondom, sajnos nem ehetem ezeket. Vannak még olyan házi praktikák, amik az immunrendszert is erősítik, illetve a tavaszi fáradtság leküzdésében is segítenek, ilyen a méz vagy a fokhagyma. Szereti-e, fogyasztja-e, mit gondol róluk? A mézet igen, a repcemézet egyedül, mert csak az bírja a szervezetem. A fokhagymát az módjával, mert ez csak módjával. Nem szeretném most kifejteni, hogy miért, de tudom, hogy mennyire jó és előnyös. Sok mindenbe beleteszem, sok mindenbe belefőzöm, de csak keveset és mértékkel. A párom nagyon sok mézet fogyaszt, én nem, mert én még a méznek a cukortartalmától is óvakodom, mert egy nagyon picike inzulinrezisztenciás vagyok, és cukros termékeket kerülöm. Egészségesebb, mint a cukorfogyasztása, ha már édesíteni akarunk valamivel. Én bízok benne, hogy ez így is van, a fokhagymában leginkább fokhagyma. A mézet nem igazán. Mit gondol a zöld teja, vagy az ilyen fekete kávé, mint koffein, mint élénkítő, ezek is jó praktikák lehetnek? Biztosan. Én a teját nem igazán szeretem. Elfogadom, hogy nagyon-nagyon jó. És kávét azt szoktam inni, hármat is megiszok egy nap. Lehet, hogy ez is számít, nem tudom. Vérnyomásommal szerencsére nincsen baj, úgyhogy próbálkozunk. Koffein érzékeny vagyok, úgyhogy egyiket sem, de kávédni soha nem ittam kávét. Említette, hogy a reggeli elindulás, hogy a reggeli készülődés tart egy picit hosszadalmasabb ideig. Mondjuk a kávé vagy a zöld teja ott vannak a mindennapokban, segítenek, mint koffein? Ott vannak, a kávé az különösen, mert az nagyon szükséges nekem. A zöld teját is iszom, gyógytejákat is iszom, tehát ezek mind benne vannak az életemben. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek majd kíváncsi, itt a Szóbeszédben, viszontlátásra!